imádkozunk, jó? Mennyei Atyánk! Köszönjük neked, Uram, hogy ez a hely neked lett átadva. Ez a hely a csodáknak a helye. Köszönjük neked, Uram, hogy minden jó dolog, amely történt velünk, az Úrnak házából indult el. Minden jó dolog, amely megtörtént az életünkben, az a gyülekezetben kezdődött. Magasztalom és áldom a te nevedet ezért, és kérlek, Uram, hogy Szent Szellemeddel, Uram, légy ma itt velünk, közöttünk, rajtunk. És amint írva van az igében, hogy te kezedet és karodat kinyújtod, hogy jelek által és csodák által megerősítsed az igét, amelyet szóltak a te szolgáid. Uram, magasztallak téged ezért, és köszönöm neked, Uram, hogy a teljes Biblia a kezünkben van. Köszönjük, hogy olvashatjuk, és köszönjük, Uram, hogy az élő ige, és megnyílik előttünk, hisz üzeneted van hozzánk. Atyánk, a Jézus nevében kérünk, szenteld meg a te népedet most, itt ezen a helyen. Amen. Amen. Kedveseim, ha van telefonod itt, akkor zárd le, kapcsold ki most. Ha dudál valaki kinn az utcán, ne húzd el a függönyt. Ne. Mert akkor ezt fogják csinálni, hogy ide fognak állni sorba, mert az ördög ki akar vinni téged. Tehát egy nap minden dologért, minden igéért, amit meghallottál, azért el kell számolni. És mielőtt Isten jó dolgot, hogy mondja az írás, hogy megjön az ige a mennyből, az Úrtól jön az ige, és életet hoz, vagy ítéletet. Az Ámos könyvében, a 3. rész 8. versében az van írva, hogy semmit nem cselekszik az Úr addig, amíg meg nem jelenti az övéinek, amit akar cselekedni. Mindig azt hittük, hogy ez csak a jó dolgok. Mindig azt hittik, hogy ez csak az áldás. Nem! Az ítéletet is megjelenti az Úr. És vannak ítéletek. Van, amikor nem figyelünk oda. Valamikor egy szék kettő embernek is elég, ugye? Üljetek már két székre, jó? Végre, na! Ugye? Meg elzártátok azt a telefont, ugye? Nincs internet, nincs Facebook, nincs semmi. Semmi zavaró tényező. Amikor Isten akar szólni hozzád, akkor ki kell kapcsolni mindent. Az Úr kegyelméből megadatott nekem, hogy ma este a 8. alkalom az, amikor ugyanarról az igéről prédikál. Ebben az évben 8. alkalom. Pont most ott ültem a helyemen, és azt mondtam, Uram, még mindig van új üzenetben, amit nem fedeztem föl. Még mindig van új dolog. Azt hiszem, 3 föl is van töltve valahol. Keresétek meg, én nem láttam még. A fiúk mondják, hogy fölrakták Aggeus könyvéből. Aggeus könyvére. Aggeus könyvében, mielőtt belekezdek, adjak át két köszöntést nektek. Az egyik köszöntés a feleségem, köszönt titeket szeretettel, köszönni az imátokat, és azt üzeni, hogy gyógyul a keze. És minden nap jobb és jobb. Jobb és jobb. Másik köszöntés pedig a fiam köszönt titeket, akit járt múlt héten valamikor, és köszöni, hogy itt lehetett, és kéri, hogy imádkozzatok érte. Franciaországba ment busszal, és elment sielni. Hogy az Úr vezesse haza buszt. Amen. Sikerrel. Az egyetemmel ment, és adjon nekik jó pihenést, és hozza haza őket éppen egészségesen. Dicsőség Istennek, mert ő az Isten embere, szeretem őt,
és szeretem azt, hogy szereti az Isten népét. Szereti, és szereti szolgálni az Urat. Tudod, Isten egy dolgot ad neked, sokszor tapasztalok olyat, hogy emberek kapkodnak ide, oda, sokfelé, mindenféle dologba. Nem, Isten egy dolgot ad, mert abban vagy a legjobb. És azt az egy dolgot keresd meg. Mi a te helyed a gyülekezetben? Mi a te szolgálatod a gyülekezetben? Miben vagy jó? Mi abból, amiből Isten a legjobbat akar kihozni neked? Abba a gyülekezetbe, ott, ahol élsz. Mert te Isten szolgálja vagy ott azon a helyen. És az az egy dolog, az jó dolog, és meg fog áldani benne. És én hiszem, hogy áldás lesz. Neki is, nektek is, magunknak is. Amikor Isten szól, és lehet, hogy ez az ima. Lehet, hogy az ima. Lehet, hogy elmondtam már nektek, emlékeztek rá, volt a gyülekezetünkben egy mami, már hazament az Úrhoz, Juliska néninek, én nem, Ilonka néninek hívták. Ilonka néni. Ki emlékszik az Ilonka nénire? Emlékszik-e valaki? Vagy 8-9 éve hazament az Úrhoz. És egyszer egy tokai táborba, van már 15 éve legalább, 15 éve egy tokai táborba ott sétált, és egyszer belém karolt, és azt mondta nekem, hogy pásztorom, azt hiszem, hogy hazafele tartok. De még élt utána, vagy 5 évet. Hazafele tartok. De hova hazafele? Hát csak nem megindult Debrecenbe. Nem az Úrhoz. De azt mondta, addig nem visz haza engem az Úr, amíg nem talál valakit, aki olyan szeretettel imádkozik az én pásztoromért, mint ahogy én teszem. Amíg nem talál valakit, aki olyan szeretettel imádkozik a pásztoromért, mint ahogy én teszem. Lehet imádkozni valakiért szeretettel, és lehet imádkozni valakiért úgy, hogy nem szeretett. Ugye? És amikor elment az Úrhoz, kórházba volt, 89 éves volt, és amikor elment az Úrhoz, két nap múlva jelentkezett egy doki, és kérdezte, hogy ki ez az asszony, ki volt ez az asszony. És a doki, a doktor, azt mondja, mert mielőtt meghalt, mielőtt elment, azt mondja, fölemelte a kezét, megáldotta a betegeket, az orvosokat, leszállt az ágyáról, fölemelte a kezét, megáldotta az orvosokat, és megáldotta a Salom gyülekezeteket. Ki? Nem is hallott a Salom gyülekezetről. De ki volt ez az asszony? Utána visszafeküdt és elaludt. Kórházban volt. Elment az Úrhoz. Nagyon fontos dolog, hogy higgy az Úr Jézusban. Amen. Higgy benne. Minden csak hit által. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszen. Hit nélkül nem lehet Isten elé járulni. Azt mondja az írás. Mikor az Isten elé mély, soha ne legyen üres a kezed. Mindig vigyél ajándékot. Soha ne legyen üres a kezed. Amikor király elé mész, mondja a másik helyen az írás, akkor üres kézzel soha ne menj a király elé. Amikor Isten elé mész, soha ne legyen üres a kezed. Mit viszel az Isten elé? Semmi más, a hitedet. Hiszek benned, hogy a te szavad megmarad örökké. Hiszem, amit szóltál nekem, az meg fog történni. Hiszem. Nagyon fontos. Tehát ne menj sohasem üres kézzel. Sohasem. Sohasem legyen üres a szíved. Töltsd meg hittel. Kaptál hitet az Úrtól. Ne ásd el. És amikor megtörtént-e, hogy elment az Úrhoz az én testvérem, képzeljétek el, 2 hónap múlva, 2 hónap múlva,
egy hasonló korú, csak 20 évvel fiatalabb valaki fölhívott engem telefonon, és azt mondta nekem az Úr, hogy minden hónapban hívjalak föl, hogy miért kell imádkozni. Ő nem tudta. Képzeljétek el, ő nem tudta, hogy ez a mami azt mondta, hogy addig nem visz haza engem az Úr, még nem talál valakit, aki olyan szeretettel fog imádkozni a pásztorért, mint hogy én teszem. És ő felhívott telefonon, és azt mondta, nekem azt mondta az Úr, hogy imádkozzam a pásztorért. Vámos Pércsen lakik, nem is Debrecenben. Miért imádkozzam? És tudjátok, azóta is néha-néha eljön Debrecenbe a gyülekezetbe, de telefonon tartjuk a kapcsolatot, és imádkozik érte. Mennyire fontos? Ez egy szolgálat, ez egy talentum, ez egy ajándék. Ez egy odaszánás. Neked is van egy ajándékod, mint ahogy olvastuk most, mondta a testvérem. Van egy ajándékod, amit Isten elhelyezett nálad. Amikor azon az ajtón bejött öt fiatal, akkor egy csomó ajándék jött be. Az ajándékot meg kell tartani, elő kell hívni bennük. Kimennek, bejönnek. Le kell velük ülni, beszélgetni. Szövetséget kell velük kötni. Szövetséget, hogy nem fognak kimenni. Szövetséget kötni velük, hogy oda szánják magukat az Úrnak. És meg fognak térni. Szeretni kell őket. Szeretni. Semmi más nem tudja megnyerni az ifjakat, ifjainkat. Csak a szeretet. Nagyon fontos. Szeretni. Nem bírálni. Szeretni. És beszélgetni. Leülni és beszélgetni. Tudom, hogy nem könnyű. De mit mond az ige? Mit mond Jézus? Engedjétek hozzá. Mert az ő szellemükben ilyen pici gyerekek, ekkorák, ilyen picik, de vágynak valami miatt. Vágynak. Tudjátok, mi az, hova vágynak? Az Isten jelenlétében. Az Isten jelenlétében. Mondottam nektek, hogy a gyülekezetben minden nap hoznak 100, most már 115 adag ételt. Múlt héten lecsökkentették egyik pillanatról másikra 40-re. Majd visszaviszik a jövő héten. Imádkozunk érte. De aki szállítja, aki a sofőr, aki odahozza, azt mondta, annyira szeretek ide belépni. Mondom, miért István? Mert béke és szeretet van ezen a helyen. Béke és szeretet. Na, alig várom, hogy ide érjek. Alig várom, hogy belépjek. Mi van itt? Na, ez az Isten dicsőségének a helye. Nem beszéltünk neki előtt. Nem mondtunk neki semmit. Mondom, és ez honnan méred le? Azt mondja, naponta legalább 30 helyre viszek ételt. És mindenütt zaklatottságot, zűrzavart, káoszt, rossz közérzetet, hangulatot. Itt béke van. Mit csinálnak maguk itt? Mondjuk imádjuk az Istent. Semmi más. Imádjuk Istent. Ez a hely az Isten imádásának helye. Amikor Jézus közelébe mész, amikor időt töltesz az Úrral, akkor nem fogsz többit adogni. Emlékezzetek csak rá Mózes, mit mondott? Nem is tudok beszélni. Annyira elvetett, annyira depressziós volt, annyira belebetegedett már Mózes az ő lelkébe, meg az egész lényébe, hogy már 80 éves, és el vagyok hívva, és még mindig nem küldött Isten, még mindig. Gondoljatok bele, olvassatok a sarok között. Még mindig? Hát mikor? Hát azt mondta, hogy ki fog küldeni. Azt mondta, hogy áldás lesz. Azt mondta nekem, hát azért tanítatott. Értitek? És amikor meglátja a csipkebokort, hogy ég, megyek, megnézem mi az. Amikor már a negyedik napja égett, megyek, megnézem. Abban azon a területen nagyon sok gázkitörés van, meg olajkitörés. Hát égett, sok csipkebokor, sok fa, minden. De elégett egy-két óra alatt. De az nem. Az nem égette. Megyek megnézni mi ez.
És amikor oda ment, azt mondta neki, van, Mózes, tudta a nevét. Szent ez a hely, vedd a sarújtot, és gyere ide, beszélni akarok veled. És dadogott, dadogott. Azt mondja, uram, még beszélni se tudok. Nem tudsz beszélni, de én veled vagyok. De nem tudok beszélni. És akkor mondta neki Isten, hogy vegye maga mellé Áront, aki lesz helyette beszél. És mit olvasunk az igébe? Később soha nincs vele Áron. Mi történt Mózessel? Meggyógyult. Meggyógyult. Amikor az Isten jelenlétébe bemész, meg fogsz gyógyulni. Amen. Tölts vele időt. Tölts vele időt. Tölts vele szellembe, menj be. Fiatal, menj be az Úr jelenlétébe. Menj be! Legjobb dolog idővel időt tölteni Istennel. Hogyan kell ezt csinálni? Vegyél elő egy Bibliát, vegyél, válasz ki egy igeverset, és tanulj meg, és mondd el 200-szor. Így kell kezdeni. Isten az ő igéjén keresztül fog tanítani minket. Azt mondod, nem szeretsz tanulni. Egyszer elmentem vala prédikálni Hajdúhatházra. Lehet, hogy elmondtam már nektek. Elmentem prédikálni Hajdúhatházra. És mondtam nekik, hogy a mennyben Pál apostolnak az iskolájába be fogunk iratkozni. Annyi mindent tanított Pál, amit nem tanultunk meg itt. Be fogunk iratkozni. Este, amikor 10:30-kor kikísért az ottani gyülekezet vezető, és azt mondta, Misi testvér, kérem, ne mondja, hogy a mennybe is tanulás lesz. Mondom, miért? Hát nem fognak jönni az emberek a gyülekezetbe. Hogy a mennybe is tanulni kell, hanem tele van a tanulástól a hócipőjű. Nem fognak jönni a gyülekezetbe. Pedig így van. Az Ábrahám kebelében a tanulás van. Pedig így van. A Biblia mondja, hogy megismerjük őt, és akit elküldött, az egy igaz Istent, aki őt elküldte. Megismerjük őt. Örök élet kell hozzá! Mennyi? Örök élet! Hallgattam egy tudósnak a beszédét, és azt mondta, hogy hány milliárd év kell valaminek a dolgaihoz. És azt mondtam, halleluja! Olyan hosszú ideig fog tartani az örökké valóság. Olyan hosszú ideig tart az örökké valóság? Hosszabb ideig. Sokkal hosszabb ideig. Halleluja! Dicsőség Isten! Akarok járni, akarok lenni, vele akarok lenni, ott akarok lenni minden dologba, amikor majd újra fog teremteni dolgokat. Ott akarok lenni, azon a helyen. Bízok Istenben, és tudom, hogy ő megbízható. Hiszek benne. Isten jó. Legyen egy vágy a szívedben. Engedd meg, hogy Isten fölturbózza vele, benned föl az ő jelenlétét. Isten jelenléte csodálatos. Ageus próféta könyve. Ageus próféta könyve második rész. Negyedik versétől olvasom. Második rész, negyedik vers. De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr. Légy bátor, te is Josua, Jehosadák fia, te főpap. És légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr. És cselekedjétek, mert én veletek vagyok. Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek. Mikor kijöttetek Egyiptomból, és az én szellemem köztetek maradt, ne féljetek. Ezt a két igeverset olvastam csak föl. Negyedik és ötödik vers. Mit mond az ige? Cselekedjétek az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, és az én szellemem köztetek marad, ne féljetek. Honnan jöttetek ki? Egyiptomból. Tudjátok, mi az Egyiptom? Az, hogy ott valaki nyomja a dudát, és te kifigyelsz oda. Az Egyiptom. Ott kin. Ott kin, hogy ki akar hívni. És azt mondja, gyere, szívjunk el egy cigit, mert már nagyon kívánja a szervezetet. Az Egyiptom. Az Egyiptom. Az Egyiptom. Innen akar kiszabadítani Isten. Innen akar kimenteni, és akar neked adni a szívedbe
Egy darab igét, egyet, nem az egész Bibliát, egyet. Egy darab igét, egyet, amelyet fölépít, és magasabb lesz ez az egy ige. Egy ige. Egy testvérem jött hozzám, és azt mondta, van egy igém. Mondom, melyik az az ige, amit Isten adott nekem, amelyen elhívott engem, és ez az ige pedig az, hogy nem halok meg, és élek. És dicsőítem a te nevedet, mert az élők dicsőítik az Isten. Amen. Ez egy beteg ember, ez egy rákos beteg volt. És azt mondta, nem halok meg, hanem élek. Ez volt az ő szövetségi igéje. Melyik igével kötöttél szövetséget az Úrral? Melyik igével álltál oda, és azt mondtad, amikor kihoztál engem Egyiptomból? Amikor kihoztál a bűnből, amikor megvallottam a bűneimet, amikor újjá születtem, Isten egy igét adott a szívembe. Melyik az a te igéd? Van neked ilyen? Ha nincs neked ilyen, még igazából nem születtél újjá. Mert amikor újjá születtél, Isten adott neked egy igét. A te igéd melyik az? Tudod a Bibliából? Ha nem, állj meg! Van még megvallanod, mit bűnt. Még mindig Egyiptomba vagy. Még mindig fontosabb neked, hogy hogy van ki hajtva a szemöldököt. Még fontosabb az, hogy mekkora nagy a fülbevalód. Vagy milyen nagy arany laklánc van rajtad. Vagy milyen szép vagy. Milyen gyönyörű vagy. Ezek mind fontosabb. De mit mond az ige? Lehet, hogy szép vagy. De lehet, hogy ez. Mit mond az ige, te gyönyörű, szép leány? A király a te szépségedet kívánja. Mi ez? Ha nem az az ige, hogy bármilyen szép vagy, Isten nélkül nem vagy szép. A szépség elmúlik. Mullandó. De a király, ki a király? Jézus Krisztus a te szépségedet kívánja. A te bölcsességedet kívánja. Mit mond az ige? Most légy bátor. Légy bátor, Zorobábel, légy bátor, Josua. Légy bátor, egész nép. Légy bátor. Ahhoz, hogy te dönts Jézus mellett, bátorság kell. Bátorság kell, mert előbb a test, az ész nem látja, hogy mi fog történni. Amikor egyetemre mentem tanulni, az apám azt mondta, fiam, tanulj! Na miért, papi? Papa, miért? Tanulj, mert Isten fogja használni azt, amit tanulsz. És mit mondtam? Én leszek a legjobb mérnök. Utakat fogok tervezni. Utakat. Ami tudnak menni az emberek, gyorsan, jól, biztonságosan, közlekedésmérnök leszek. Én leszek a legjobb. Aztán Isten másképp döntött. Elhívott. Elhívott. Más irányba. Elmentem, elküldött Debrecenbe, és elmentem Debrecenbe, elmentünk Debrecenbe. Elmentem dolgozni, 3 hónap után elbocsátottak. És azt mondtam, Uram, miért? Mi a te terved? Mi volt a te terved? És tudjátok, mit mondott az Úr? Miért akarod behatárolni, hogy áldjalak meg? Mondom, Uram, hogy érted ezt? Hát menjél és indíts el egy vállalkozást. De most, 1981-ben, a kommunizmus ideje alatt egy vállalkozást? Hogyan? És néhány hét múlva, bocsánat, néhány hónap múlva, tudjátok, mi történt? Néhány hónap múlva egyszer csak megkaptam az engedélyt arra, karácsony utáni napon, hogy jöjjön be aláírni és vegy át. Nem volt munkahelyünk. Úgy vadáztak rám a titkos rendőrök, hogy bevigyenek. Akkor még nagy bűn volt a munkanélküliség, ha valaki nem dolgozott. KMK-t rád nyomták, de tudod mi az? Közveszélyes munkakerülés, úgy bevittek a börtönbe, mint a húzat. KMK, közveszélyes munkakerülő. Ez volt a bűn. Kinéztem az ablakon, ahol laktunk, albérletbe, láttam, hogy 4 ember ott vannak a... Na, ezek engem akarnak megfogni. Feleségem várta második gyerekét, ekkora hassal.
gyerekünket. Mondom, menjél te a közérbe le, mert ha én lemegyek, megfognak. És őt küldtem le. Menjél, vásárolj be. Nem volt munkahelyem, nem volt semmi. Uram, hát hogy hova küldtél? És Isten szól, meg akarlak áldani. Meg akarlak áldani. Sokszor nem tudjuk, hogy az áldás honnan jön. Amikor Isten akar neked áldást adni, akkor kell, hogy te elővess. Valamit kaptál az Úrtól. Van neked valami, ami a tied, amiben a legjobb vagy. Egy dolog van neked. Mit mond az ige? Légy bátor és erős. Légy bátor, mert én veled vagyok. Csak Istennel tudsz bátor lenni. Hoznod kell egy döntést. Százak, ezrek mennek ki melletted, tovább mennek, elmennek, mit mond Dávid? Bal kezem felül ezren, jobb kezem felül tízezren elestek. De én az Úrban vagyok, benne járok, biztos úton megyek. Nem riadok meg. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk, és megértsük. Azt mondja az Úr, cselekedjétek, mert én veled vagyok. Veletek vagyok. Mit cselekedjünk? Az igét. Bátorság kell ahhoz, hogy te rálépj egy igére. Bátorság kell ahhoz, hogy az Isten igéje szerint járj. Bátorság kell ahhoz, amikor fölismersz egy igei igazságot, hogy abban járj. Bátorság kell ahhoz, hogy szülj egy gyermeket. Bátorság kell ahhoz, hogy találj egy férjet vagy egy feleséget. Bátorság kell ahhoz, hogy az Isten útján járj. Ha te egy hívő ember vagy, Isten gyermeke vagy, akkor nem csak így veszel feleséget magadnak vagy férjet. Majd lesz valahogy. Nem cserélgeted őket. Bátorság kell ahhoz, hogy megállj az Isten szerinti módon. Bátorság. Bátorság kell ahhoz ráállni az igére. Mit mond az Úr? Légy bátor, mert én veled vagyok. Mikor? Mert kijöttél Egyiptomból. Mi az Egyiptomod? Az, amit a világból felszedtél. Ami a világban úgy születtünk, hogy bűnben vagyunk mindannyian. Bűn szerinti életet éltünk. Kínáljátok meg a gyereket valamivel. Mennek az asszony. Tudom, ez most ez egy támadás, végig fogja csinálni, ha nem adtok neki valamit. Adjatok oda neki valamit enni. Tehát mit mond az írás? Bátorság. Bátorság megélni az igét. Bátorság kell ahhoz, hogy te merd kinyitni a szádat, hogy a Szent Szellem betöltsön. Bátorság kell ahhoz, hogy megszólalj és imádkozz. Ezek mind nekünk kell megtenni. Ezeket a dolgokat nekünk kell megtenni. Bátorság kell ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy most leülök a helyemre és mást hagyok szolgálni. Ez bátorság. Isten jót akar nekünk. Tehát jót akar és meg akar tölteni minket az ő szeretetével. Bátorság kell ahhoz, hogy el tudjunk fogadni új dolgokat. Testvéreim, az igét cselekedni nagyon nagy dolog. Mit mond az írás? Az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, cselekedjétek. Mit? Az igét. Mert én veletek vagyok. Mert köztetek vagyok. Mert a szellemetek, szellemem közöttetek marad. Mit mond az ige? Marad. Tehát az azt jelenti, hogy nem természetes dolog, hogy az Isten szelleme közöttünk van. Azt meg kell hívni. Emlékezzetek csak rá, mit mond az Zakheus 2. A második ház dicsősége nagyobb, mint az első ház dicsősége. Mi a háznak a dicsősége? Az első ház dicsősége mi volt? Az Isten maga.
Mit mond az ige? Az első ház dicsősége. Nem tudom, hogy beszéltem-e itt közöttetek erről. Nem beszéltem. Nagyszerű. Akkor most hadd mondjam el nektek. A 2 Krónika 7-ben, a 2 Krónika 7-nek az első, második verse így hangzik. 2 Krónika 7. Kettő Krónika 7, első és második verse. És mikor Salamon elvégezte a könyörgést a jeruzsálemi templomért, tűz szállt le az égből, és megemésztette az egészen égő áldozatot, a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. Salamon fölépítette a jeruzsálemi templomot. Gyönyörű templom. A templom fölépítéséhez körülbelül 3 tonna aranyat használtak föl. 3 tonna aranyat. Nem kilót, tonna aranyat. Minden bevontak aranyat. Minden ragyogott. Minden az akkori világ csodájába, 7 csodájába beletartozott. Amikor egy templomot, egy nagy épületet, vagy egy palotát fel akarnak avatni, szentelni, akkor van egy protokoll. Ezt úgy hívják, hogy az a sorrend, amit ahogyan van. Kinek hol kell állni, kinek mit kell csinálni, mikor kell bejönni a virágosoknak, mikor kell bejönni. Tehát mindennek, minden meg van szervezve. Hogyan kell tenni? És úgy, itt ugyanezt látjuk, hogy mindent előkészítettek. Ott álltak kinn a templom udvaron a papok, ott álltak fönn, és a papok kezébe ott volt a füstölők, és volt a kezükbe a főpapnak, volt a kezébe egy másik edény, amiben hozta a tüzet. A másik helyről, ahol eddig áldoztak, ugyanis a tűznek égni kellett, és hozta a tüzet, a szent tüzet, hogy amivel majd meggyújtják a jeruzsálemi templomba az áldozatot. És arra vigyázni kell, hogy a tűz soha ki ne aludjon. Ugye, és az asztalokon a kenyerek ott legyenek, minden nap le kellett cserélni, minden nap oda kellett menni, tehát a szolgálat fontos volt. És mit csináltak? És ott álltak a papok, és ugye a sorrendben az volt benne, hogy amikor mielőtt a papok bementek, már elkészítették az áldozatot, fölrakták az áldozati állatokat, mindent úgy, ahogy a mózesi törvény szerint az előírás megvolt. Évszázadok óta gyakorolták. És a papok is ott álltak izgalomban. Hát milyen nagy dolog, az Úrnak házát fogjuk felszentelni. Az Úrnak házát, az Úr utasítást adott. És azt olvassuk, hogy Salamon elvégezte a könyörgést, hogy aki eljön ide és imádkozni akar, az hallgass meg, Uram! Hallgass meg! És amikor azt olvassuk, és befejezte a könyörgést, tűz szállt le az égből. A papok nem tudták bevinni a tüzet, amit elhoztak a másik oltárról, a Gibeoni oltárról, a Dávid sátrából, mellől. Nem tudták bevinni. Miért? Mert tűz szállt le az égből. És hogy olvassuk? Azt olvassuk, hogy megemésztette az egészen égő áldozatot és a véres áldozatot. Tűz szállt le az égből. Figyeljetek! És azt olvassuk, az Úr dicsősége betöltötte a házat. Nem kellett bevinni a másik oltáról. Egy új kezdet lesz, amikor valaki megépítette az szívében az Istennek oltárát. Amikor valaki odaszánta magát, és azt mondta, én az Urat fogom követni. Amikor Isten dicsősége bemegy abba, és tűz jön rá. Egy tűz, egy új kezdet. A tűz mindig egy új kezdet. Erre van szükségünk.
Erre van szükséged, erre van szükséged, erre van szükséged. Ahhoz, hogy tűzzel tudj prédikálni, tűzre van szükséged. Ahhoz el kell tölteni időt az Úrral. Időt kell tölteni. Egy új kezdet. Mit olvasunk pünköskor? Mi történt az apostolokkal? Kettős tüzes nyelvek szálltak rájuk. Ugyanaz a tűz, amely az első templomban megégett az áldozatok, ugyanaz a tűz jött rájuk, és mit csinált? Az ő szájuknak áldozatával áldoztak. És azt olvasuk, és az Úr dicsősége betöltötte a házat. Ugyanígy, amikor te odaadod magadat az Úrnak, amikor te hozol egy döntést, amikor te hozol, hogy Isten fogod szolgálni, amikor fölépíted magadba, megépíted, hogy olvasuk az Aggeus könyvében, hogy amire mielőtt követ kőre tennétek, mielőtt megépítitek a második házat, a második házat, azt mondja, jól gondoljátok meg a ti útjaitokat. Mit csináltak itt? Megépítették az első házat. Isten bement az első házba, és az ő dicsősége betöltötte a házat. Tűzzel. Akarsz tüzet? Amen. Akarsz tüzet? Van egy vágy a szívedben ott hátul, fiatalok, tinédzserek, idősebbek, egész akartok tüzet? El kell készíteni a szívnek az áldozatát. És Isten szelleme jön. És az a tűz, amelyik a Kármel-hegyén meggyújtotta az áldozatot. Amely Gedeonnál meggyújtotta az áldozatot. Ugyanaz a tűz ma is ugyanúgy meggyújtja az én szívemben. Én, amikor olvastam az Aggeus könyvét, én oda mentem Isten elé, és azt mondtam, tüzet akarok, tüzet, azt a tüzet akarom, amely az első oltáron ott égett. Ezt a tüzet akarom. Egy új kezdetet, egy új életet, egy új változást akarok. Ha te Istennek adod az életedet, egy új változás jön, egy új tűz jön beléd. Egy új tűz. És mit mond? Az Úr dicsősége betöltötte a házat. Jelen volt. És megyünk oda, megyünk vissza a másik igéhez, az Aggeus proféta könyvéhez, és azt mondja, a második háznak dicsősége nagyobb, mint az elsőjé. A második ház dicsősége, mi a második ház? Mi a mi házunk? Az első ház a Jeruzsálemben levő ház kőház volt. A zsidók gyülekezete kőházban volt. A második házban mit mond Jézus? Bennetek lakozom. Bennetek lakozom. Miért nagyobb a második háznak a dicsősége? Mert Jézus lakozik bennünk. Miért a második házban, a fizikai második házban, amit Herodes épített meg, Zorobábel kezdte el, és Herodes fejezte be, mielőtt Jézus eljött és bement abba a házba virágvasárnapon. Herodes, Zorobábel Isten dicsőségére építette. Herodes a maga dicsőségére fejezte be. De mit mond Jézus? Bement a második házba. És mit csinált legelőször? Korbácsot fogott. Kitisztította a templomot. És megtisztította azt, aztán kijött. És mit mond samáriai asszonynak? Nem azon a hegyen, nem Garizim hegyén, hanem az igazi imádók hogyan imádják Istent? Szellemben és igazságban. Miért? Mert az Isten maga, a Szent Szellem által lakik bennünk. Ez a ház, a te második házad, a te tested, nagyobb dicsősége van, mint az első háznak. Az első ház aranyjal volt tele. A második ház aranyjal volt beburkolva. Mit mond Jézus? Kő kövön nem marad. Minden leromboltatik. A második házban. Befejezte a funkcióját. Nincs templom. Még egy templom, hiába fog felépülni a jeruzsálemi templom. Nem Jézusnak épül. Mert a Jézus Krisztus a te szívedben van. Az én szívemben van. Ma az az asszony. Ott az az egyszerű asszony. Előre jött. És azt mondta, befogadom Jézust a szívembe. És annak a háza, annak a szellemi háza, annak az egyszerű asszonynak sokkal dicsőségesebb, mint a jeruzsálemi templom volt. Mert ezen még a pokol kapui se tudnak erőt venni. Nem. Miért? Mert Jézus maga lakik benne.
Ez a mi sorsunk. Ez a mi ajándékunk. Ez a te ajándékod, ez a tied ott a sarokba. Ott a sarokba. Tedd zsebre azt a... Mit nézel? Tedd zsebre, dobd ki! Nem fontos! Egy a fontos, hogy Jézus az életedben legyen. Minden percedre el kell számolni. A második ház dicsősége nagyobb, mint az elsői. Miért? Mert maga Jézus lakik benne. És ha ezt megérted, akkor törekedni fogsz. Akarod Jézust, akarok vele találkozni, akarok vele beszélgetni, akarok neki szolgálni. Akarom őt. Akarok tüzet. Mennyei tüzet. Akarom az ifjakat megnyerni. Nekem mind legjobban az ifjak tetszenek, mindent megteszek értük. Mert ő a jövő generációja. Mert ő fogja megnyerni a saját nemzedékét. Az én nemzedékem már le van halászva. De az ifjak jönnek és új erővel, tűzzel meg fogják nyerni az ő nemzedéküket. Miért? Mert Jézus még nem jött vissza. Amíg nem jön vissza, addig mi a feladatunk? Menni és megtölteni az Isten országát. Erővel, igazsággal, igazságot kimondani, Szent Szellemmel megtölteni. Most kenyeret kaptok, és magot. Van, aki ugyanazt az igét megeszi, és kenyér lesz belőle. Van, akinek mag. Ha kenyeret eszel, jól laksz, kimész erről a helyről, és befogod a szádat, még cipzárt is teszel, és még be is marad. De ha mag van a szívedben, és nem a hasadban a kenyér, ha mag van a szívedben, az ki fog kelni, és másnak is fogsz adni belőle, és vetni fogsz, és a betegek meggyógyulnak. Amen. És a sánták járnak. Amen. És cselekedni fogod az Isten igazságát. Miért? Mert tűz van benned. A mag tüzet hoz elő, a mag életet hoz elő. A mag életet. A kenyér, az jó. Kell a kenyér. Kell táplálkozni. De azt mondja az ige, én kenyeret adok az éhezőnek. De ha csak kenyered lesz, mindig meg fogsz éhezni. Ha csak mindig kenyeret akarsz az Úrtól. Ha mindig csak kenyérrel akarsz táplálkozni. Akkor mindig meg fogsz éhezni. Magot kell, hogy kapj az Úrtól. Mert is magot adok a magvetőnek. Neked kell kimondani, hogy egy naptól fogva magot akarok vetni. Magot akarok vetni. De oda vess, ahol szántottál. Ahova nem szántottál, ne vess. Előbb szántanod kell. Előbb kenyeret kell adnod. Legyen kenyér is a zsebedbe, meg mag is a szívedbe. Adj kenyeret, és adj magot. A szívedből tudsz adni magot csak. A szívedből. A legnagyobb magvető maga az Isten volt. Maga Jézus volt. Ment és vetett és vetett és vetett. Szort és szort és szort. Neki van mag. Van mag. Menjünk hozzá, vegyünk tőle magot. Van mag. Van mag. Egész irány be lehet vetni. Van a szívedbe vágy. De mész az utcán, ma mentünk, tettünk egy kört, mentünk arra, mindent, kerestünk egy cukrászdát itt. Hogy meg keresünk valamit. És imádkoztam, Uram, magot ad, hogy ki kelljen Ibrányba. Amen. Mit fedeztünk föl? Ibrány József középiskola. Milyen középiskola? Ibrányi József. Az is van, de ott volt kiírva Ibrányi József valami. Aztán Ibrányi József szobor. Ibrányi József. László. Na, vagy László. Ibrányi László. Legyen egy szívedbe egy vágy. Van egy vágy a szívedbe, hogy megtérjenek ebbe a városba? Amíg csak kenyeret eszel, addig nem lesz vágy a szívedbe, hogy mások is megtérjenek. Addig csak jól akarod érezni magadat. Bejössz ide. De nem, Isten sokkal többet akar adni. Azt akarja, hogy tele legyen a szíved maggal. Vetni akarsz, vetni, hogy mások is megtérjenek. Az Úrnak akarsz énekelni. Mit olvasunk? Azt olvasunk, hogy a ház megtelt az Isten dicsőségével, az Úr jelenlétével. A második ház megjelenik, betöltekezik az Úr jelenlétével.
Most két héttel ezelőtt a kemecsei tesók imádkoztak, egy hetes ima böjtöt tartottak. Kemecsei tesók letérdeltek este 7:30 imádkozni a konyhába, a tükörre, és 9:30 vették észre, hogy már 9:30 van. És azon az este több ember betöltött a Szent Szellem, spontán. Mi az, ha nem tűz? Ez a tűz. Ez a tűz, ami betölt az Isten dicsőségével. Ez az a tűz, amelyik azt mondja, mondjátok meg Jánosnak. Mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a sánták járnak, a, hogy mondja az írás, hogy azok, akiknek gyógyulásra van szüksége, gyógyulnak, a foglyok megszabadulnak, és az evangélium hirdettetik a szegényeknek. Nagyon fontos. Nem fizikai szegénységről beszél itt Isten, hanem arról a szegénységről, akik nem ismerik őt még, hanem szegények, és akarnak valamit. Az írásban azt olvasom, cselekedjétek az igét. Van egy ige a szívedbe? Van egy ige? Van valamelyik egy ige? Egy most egy ige? Amikor én újjászülettem, más a megtérés és más az újjászületés. Teljesen más a megtérés. Megtérni nagyon sokszor kell. Vagy újjászülettél, vagy nem. Ha újjászület, megtérés nélkül nincs újjászületés. Mert őt meg kell térned. Ha megtértél, akkor újjá tudsz születni. A te szellemet keresi Isten. Akkor születtél újjá, amikor a te szellemet kutatja, keresi Isten. A te szellemet. A te szellemed Istent akarja. A te tested, ha fiú vagy, lányt akar. Ha lány vagy, fiút akar. Értéket akar, vagyont akar. A te lelked jól akarja érezni magát. A te lelked mindig zenélni akar. Laci Lajcsit. Vagy valami mást. De a te szellemed Istent keresi. És ha újjászületett a szellemed, akkor addig mész, még meg nem találod őt. Mindig akarsz vele kapcsolatban. Akarod az igét. Akarod megélni. Akarod megélni. A te szellemed. És rájössz, hogy sokszor meg kell térni. Mert sokszor vétkeztél. Meg vétkezünk. De a szellemünk, az állandóan kényszerít minket, hogy menjünk Jézushoz. Mert Jézus megbocsát. Mert kegyelem van nála. Csak kegyelemből, hit által. Nem volt elég hited? Hit kell ahhoz, mondom, akinek van egy sérült gyermeke, és a második házassága után akar még egyet, hogy merjen szülni. Hit kell ahhoz. Bátorság kell ahhoz, hogy Isten a második gyermeket egészségesen fogja odaadni neki. És nem fogja abortálni. Mert nem azért fogantak a gyermekek, hogy abortáljuk őket. Nem azért fogantak a gyermekek, meg szültük meg, hogy a pokorra menjenek. Hanem arra, hogy az életre. Ehhez tűz kell. Hit kell ahhoz, hogy megvárd az időt, amikor kész vagy a házasságra. Hit kell ahhoz. Bátorság kell ahhoz. Bátorság. Azt mondja az ige, itt, amit olvastam. Cselekedjétek, mert veletek vagyok az igét, amelyre szövetségre léptem vele. Mit fogunk? Úrvacsora. Milyen szövetség van az úrvacsorában? Fogyasszátok az én testemet és az én véremet. Vagyis az én áldozatom, az én testem meg a vérem az áldozat. Áldozat. Megáldoztatott 2000 évvel ezelőtt. És nekünk adta önmagát, az igét, mert az ige az ő teste, és az ő vére, az az isteni szellem, a miénk. Kérd el az Úrtól. Ezek jelképek, amik itt vannak, jelképek, hogy vele szövetséget kötöttünk, és megcselekedtük az igét. Ne vétkezz az Isten ellen, ez egy ige, ne vétkezz. Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes lényedből, a te szellemedből. És aztán szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Nagyon fontos. Sokszor sokat beszélünk. De egyetlen cselekedet
Sokszor többet ér, mint 1000 beszéd. Múlt héten volt pásztorkör imaóra. Minden a debreceni gyülekezetek együtt voltak, és nagyon sokan együtt imádkoztak, és az ima, ilyen ima blokkok voltak, 3-as, 4-esével összefordultunk, és minden este kerestem olyan embert, akit még, akivel nem ismertem, akivel még soha nem imádkoztam együtt. Mentem oda másokhoz, mert minden este más gyülekezetben gyűltünk össze. És az egyik este oda mentem egy emberhez, és azt mondta, Kulcsát Mihálynak hívnak. Én meg Gulyás Mihály vagyok. Én ismertem ezt az embert látásból. Tudom, hogy honnan származik, tudom, és azt mondta, nem emlékezem egyetlen prédikálásodra, egyetlen szavadra sem. De egy dologra emlékszem, amit cselekedtél vele. Mondom, mivel? Mit cselekedtem? És akkor elmondta, hogy ő menekült volt Romániából a forradalom alatt. És akkor a családom, én nem is voltam itthon, a családom valami jót tett vele. Befogadta őt, és néhány napig nálunk van. És ezt nem felejti el. És ma az Úrnál van. Ma ez az ember Debrecen város egyik leggazdagabb embere. Az Úrnál van, az Úr élet. Megtér. Mit cselekszünk másokért? Mit teszünk? Mit teszünk? Bátorság. Mit mond az ige? Légy bátor. Légy bátor és cselekedd meg az igét. Mert ha az lesz, akkor betölt minket. A félelem megbénítja az embert. A félelemtől nem tud semmit cselekedni. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ne engedj félelmet a szívedbe. Nagyon fontos, hogy állj ellene a félelemnek. Nekünk kell ellene állni. Hogyan tudunk ellene állni? Hogy az Isten igéje az, amire ráállunk. És azt mondjuk, az ige mindennél fontosabb. Az ige meghatározza az életemet. Hiszek Jézusban. És ez egy ige. Én hiszek Jézusban. Megvallom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És nekem örök életem van, ő benne. Ez egy ige. És ő benne van az én életem. Ezt kívánom nektek. Kívánom. Tehát, amikor valamit építeni akartok, amikor valamit tenni akartok, amikor valamire elhatároztátok magatokat, legyen ez iskola, legyen ez építmény, legyen ez tanulás, legyen ez házasság, legyen ez terv, gyermek, akkor mit mond? Keressétek először Isten országát. Keressétek az ő igazságát. És minden egyéb megadatik néktek. Minden egyéb. Isten szava. 9. vers, 2. rész, Ageus 2:9. És nagyobb része nem, mert második háznak dicsőség az elsőnél, azt mondja a seregek ura, és e helyen adok békességet és bőséget. Békesség és bőség. Az az ember, aki hívő ember, az békességben él, megbékélve él az Istennel, és bőségben él. A bőség nem biztos, hogy azt jelenti, hogy megvan minden napi kenyered megvan. Nem azt jelenti, hogy te vagy Debrecen város leggazdagabb ember. Egyáltalán nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy az Úr szerint való bőségben vagyok. Ő gondot visel rólam és rólam. Megadja, amire szükséged van. Ehelyen adok békességet és bőséget. Melyik helyen? Hogy mondja az Úr Jézus? Én kopogtatok az ajtón. És aki megnyitja, bemegyünk ahhoz, nála lakunk, és vele vacsorázunk. Ha az Úr Isten, Jézus Krisztus, a Szent Szellem
lakik nálam, belül az én bensőmben békességem van. Békességem van. Dávid mit mond? Uram, csak a te szellemedet ne vonj meg tőle. Csak a te szellemedet ne vonj meg tőle. Menekült, királyságát elhagyta, üldözték, az életére törtek. A saját fia tört az életére, és hogyan kiált föl? Uram, csak a te szellemedet ne vonj meg tőlem. Mit mond Mózes? Bárcsak az összes zsidót betöltené a Szent Szellem. Bárcsak minden emberre rajta lenne a Szent Szellem. Az Úrnak szelleme. Bárcsak mindenki fölment volna a hegyre. Isten hív téged az ő jelenlétében. Nem tud megáldani, csak az ő jelenlétében. Csodálatos dolog. Isten jó Isten. Kedves atyám fiai, kedves testvérei. Azt mondja az írás, jól gondoljátok hát meg a naptól fogva az elmúltakat is. Mit jelent ez az ige? Sokszor, különösen ma, egyperces emberek vannak. Mit értek alatta? Nézzétek meg, X-faktor, megnyeri valaki egy évig, van a dicsőségen a trónon. Szépség királynő választás, egy évig van ott, vagy egy hónapig. Valamiben a legjobb, mennyi ideig? Úgynevezett celeb világ van. Egy évig, maximum egy évig. Ha te Jézusnak adod az életedet, és megbékélsz az Istennel, és ha te szívedet betölti Isten dicsősége, ő lesz az életedben a trónon, akkor a generációkon keresztül Isten meg fog áldani téged, a te gyermekeidet, a te unokáidat, és ők is az Isten országában lesznek. Miért? Mert Isten megígérte. E naptól fogva megáldalak. Ha az Úr Isten van benned, ha betölti téged, az én nagyapám, aki befogadta Jézust, és betöltötte az Isten az egész életét, az apám, én magam, a fiaim, és az én unokáim is, és azoknak a gyermeke is, ha Jézus nem jön addig vissza, az Úréi lesznek. Miért? Mert Isten örökké valóságra tervezett. Nem egy-két generációra, hanem örökké valóságra. Valakinek el kell kezdeni, valakinek meg kell nyitni, valakinek be kell menni a nyitott kapu, valakinek meg kell hívni Jézust az életébe. Azért, hogy áldás legyen. Valakinek meg kell nyitni a második házat. Valakinek be kell vinni az életébe. Be kell vinni az életébe. Meghívni Jézust. Valakinek bűnt kell vallani. Értitek? Valakinek bűnt kell vallani. Bűnvallás nélkül nincs szabadulás. Bűnvallás nélkül nincs változás. Valakinek oda kell tenni az életét. Azért, hogy Jézus megváltó kegyelme működjön. Magától nem fog működni. Ő elvégezte. De nekem kell megtenni, megbékélni az Istennel. És ha ma itt vagy, engedd meg, hogy Isten beszéljen a szíveddel. Engedd meg. Engedd meg, hogy megtörténjen a csoda veled. Engedd meg, hadd gyújjon tűz a szívedbe. Tapasztald meg, hogy az örökké valóság, az Istennel töltött idő nem vész kárba. És te az örökké valóságba készülsz. Mert te Isten gyermeke vagy. Te Isten fia vagy. Te nem csak egy teremtmény vagy, hanem Isten gyermeke vagy. Mi által lettél Isten gyermeke? Hogy újjászülettél. Nem elég csak, hogy bűnbántot tartasz. Nem elég csak, hogy megtérsz. Újjá kell születned. Az újjászületése pedig szükséged van Jézusra. Mert ő szül újjá. Akkor, amikor bement a szívedbe, amíg megvallottad és kisöpölted a házadat, még nem elég. Meg kell hívni magadhoz Jézust. Amikor meghívtad magadhoz Jézust,
akkor ő teljesen rendbe tesz, és újjászületsz. És fájni fog! Fájni fog! Egy születés sírással jár. Ha nem sír a baba, nagy baj van. Miért sír? Mert fáj neki. A szülés fájdalommal jár. Amikor te újjászületsz, fájdalommal jár. Ha te nem sírtál soha a bűneid miatt, nem vagy újjászületve. Nem, mert a szülés fájdalommal jár. És ez érvényes az újjászületésre is. Meddig sírtál? Meddig, még mindig kemény férfinak tartod magad? Nem elég, oda kell menned, le kell adnod a dicsőségedet, a büszkeségedet. Nincs más út. Nincs más út, testvéreim. Megfáradtál? Ki vagy égve? Nincs tűz már benned? Gyere az Úrhoz! Míg élek, égni akarok. Égni az Úrért. És ezt egy helyen kapod meg, fönn a hegyen. Föl kell menni. Föl kell menni az Isten dicsőségébe. Mert mit mond az ige? Jeruzsálemi templomból a küszöbre ment először az Úr dicsősége, a küszöbről pedig a hegyre. El lehet veszíteni az Isten dicsőségét. El lehet veszíteni. Sokan hirdetik a hamis tant, hogyha egyszer, akkor egyszer megtértél, egyszer megvallottad a bűnödet, örökkében vagy. Nem igaz. Nem igaz. Ne veszítsd el az Isten dicsőségét. Ne veszítsd el. Szükséged van az Isten dicsőségére, ahhoz föl kell menni a hegyre. Jézus is fölment. Mégpedig hármat vitt magával, és dicsőségről elváltozott közöttük és előttük. Nekünk is ugyanúgy föl kell menni egyedül. Egyedül kell megállnod az Úr előtt. Egyedül kell megtérned. Fáradtnak érzed magad? Légy őszinte és mondd, Uram, fáradt vagyok. Én ezt tettem néhány hónappal ezelőtt. Fáradt vagyok, Uram, új tüzet akarok. És betöltött Isten szelleme. Adta ezt az igét. Azt mondta, nagyobb a dicsőség a második nap. Nem akarom, hogy felmenjen a küszöbről. Mi a küszöb? Ott a küszöb. Nem akarom, ez a kibe járkálás, ez a küszöbön ugrálás, amit itt most egyik is, másik is tesz. Kibe lép. Mit csinálsz? Szórakozol Isten dicsőségével? Bejössz, kimész, bejössz, kimész. A papok nem tudtak megállni, olyan nagy volt az Isten dicsősége. Leestek. Nem lehet idegen tüzet vinni az oltára. Nem lehet magad által meggyújtott dolgokat. Isten tüze kell, Isten tüze kell. Ibrányi gyülekezet, Isten tüze kell nekünk. Hogyan? Úgy, hogy a térdeidre mész, úgy. És imádkozol addig, amíg nem jön. Olvasod a Bibliádat és imádkozol. Olvasod és imádkozol. Nem hagyod, hogy dudáljanak neked ott kint. Hanem elküldöd. Mert azért dudál, hogy menj vele. Ki akar vinni? Újra vissza akar vinni Egyiptomba. Egyiptomba halál van. Csak Istennél van élet. Amen. És mit mond? Szövetségre léptem veletek, hogy ti élni fogtok, mert én is élek. Melyik igédet választod? Az Úr ad neked egy igét. Melyiket? Ez az én igém. Az én igém. Nem mondom meg nektek, hogy melyik az. 28 éves voltam, akkor Isten elhívott a szolgálatra. 28 éves. Menj és prédikáld az én igémet. És adott egy igét a Jobb könyvéből. És mai napig is, szinte minden nap, minden héten legalább egyszer elolvasom azt az igét. Olyan magas, bármerre megyek, bármerre járok, bármikor beszélek, mindig ez az ige van előtte. Mindig, és ezen az igén keresztül látok mindent. Miért? Mert szövetséget kötött velem az Úr, és én meg ő vele. Szövetséget kötsz Istennel, szövetséget mersz kötni, hogy nem ugrálsz ki, bárhogy villognak rád, hogy te Istenhez tartozol, szövetséget mersz kötni. El fog menni az ördög, állj ellene. El fog menni, de lekapcsolja és elmegy. Nem tudtam kivinni innen. Nem tudom, melyik ötöknek dudáltak itt. Megrontja Isten az ördög munkáját a ti talpatok alatt,
Hamar! Hamar! Mikor? Hamar! A hamar az azt jelenti, nem biztos, hogy ebben a pillanatban. Lehet, hogy még imádkoznod, lehet, hogy még küzdened kell. Lehet, hogy még harcolnod kell. Hamar! Lehet, hogy még van dolog, amit le kell venni. Hamar! Jézus jön vissza. Az én feladatom az, Ezékiel 33, hogy hirdessen nektek, hogy Jézus jön vissza. És légy kész! Légy kész, ahogy a feleségének kész kellett lenni. Azért gyógyult meg, hogy legyen kész. Holnap után temetünk egy asszonyt. És Isten szólt hozzá, hogy menj be hozzá a kórházba. Benn volt. Tudjátok, mit csinált az asszony? Varázsolt. Jós volt. Az egész családja, az ranyai ágon tele van jósokkal. Mindenféle gonosz dolgokat tett, szétszakította magán a ruhát. Egy nő, kint az utcán, mindenek kint volt. Csináltak feszkót. Üvöltött. De eljött egy nap, amikor bekerült a kórházba, és Isten azt mondta, menj be hozzá. Bementem, és megvallotta a bűneit. Megvallotta. Megvallotta. És a következő nap egy, tudjátok mi történt, és ezt most elmondom nektek. A következő nap, amikor beadták neki, leukémiás volt, beadták neki az infúziót, elaludt. Ez csak azt álmodta, hogy megáll mellette az Isten, megfogja a kezét, kivezeti a teremből, és egy lépcső viszi nagyon-nagyon mélyre lefele, lefele, lefele. Sötét helyen mennek, nagyon sötét helyen vezeti. És láthatóan egy ajtó, kinyitja az ajtót, és bemennek az ajtó. És ott egy óriási nagy terem volt. Rengeteg ember ült lenn a földön. És ott megálltak, és Isten elengedte a kezét. Az Úr elengedte a kezét. És akkor elengedte a kezét, ott állt. Az Úr mellette állt. Egyszer csak elkezd, meglátja az embereket ott az első sorban. És kik voltak az első sorban? A meghalt rokonai. A rokonai voltak az első sorban. És elkezdte kiabálni hozzá. Menj, kiabálni, menj innen, te nem ide való vagy, menj innen! Minek jöttél ide, menj innen, te nem ide való vagy! Menj vissza! És egyszer csak fölugrott az egyik rokona, aki már nem élt, meghalt. És azt mondta, Isten, vidd vissza! És akkor oda ment hozzá az Úr, megfogta a kezét, kinyitotta az ajtót, és ahogy, amin lejöttek, azon visszavezette. Bevitte a kórházi terembe, visszafeküdt az ágyára, és erre fölébredt. Fölébredt. Annantól kezdve nem volt benne kétel, hogy van pokol és van mennyország. Onnantól kezdve másképp beszélt. És másfél hónap múlva meghalt. Otthon. Összeesett és meghalt. Van pokol és van mennyország. Nem a pokolra készülünk, hanem a Jézussal való találkozásra. Örök életre. Örök életre. Oda a gyermekeinket is, a rokonainkat is. És én, mint pásztor, ott állok, mint őrálló, és azt mondom, kész légy! Kész légy! Add át az életedet Jézusnak! Fogadd be őt! Fogadd be őt, amíg van rá lehetősége. Holnap után fogjuk egy Parkó testvérem segítségével eltemetni Debrecenben. Ma délelőtt oda jön a lánya, és azt mondja, Misi testvér, az én anyám tényleg, nem mondott rólam semmit, mondom, semmit nem mondott rólad, semmit sem. A férjéről beszélt a megtérés alatt, rólatok csak annyit mondott, hogy nagyon sok rosszat tettem a gyermekeimmel, bocsáss meg nekem Istenem. A férjéről beszélt nagyon sokat. Úgy szeretnék vele találkozni, mondja a lánya. Mondom, higgy Jézus Krisztusban,
Érd le az életet hívő emberként, és fogsz vele találkozni. Érted? Van egy ige a számodra. Istennek van egy üzenete a te számodra. Kedvese vagy az Úrnak. Amen. Mit mond a Malakiás könyvében Isten igéje? Fú, de sokat beszélnek. Halleluja. Mit mond a Malakiás könyvében az ige? Figyelj, Malakiás könyve. Kinek van egyszerű fordítása? Valakinek. Van-e itt egyszerű fordítás? Bibliája. Erre mindjárt kikeresem az enyémet. Azonnal. Abból szeretném nektek felolvasni. Malakiás könyve. Harmadik rész. Ki-e vagy te az Úrnak? Mindjárt meglátod. Malakiás könyve, próféta könyve, harmadik rész. Az utolsó könyv a Bibliában, az Ószövetségi Bibliában. Figyelj! A harmadik rész, 16. vers. Azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az örökkivalót. Te valóban tiszteled és féled az örökkivalót? Az örökkivaló Istent valóban féled? Valóban tiszteled őt? Vagy csak hasznot akarsz belőle? Ilyen volt az én életem. Amíg nem születtem újjá, csak megtértem, hasznot akartam Jézusból. De amikor újjá születtem, onnantól kezdve másképpen volt minden, mert szövetséget kötöttem az Úrral egy igében. Azt mondja, azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az örökkévalót. Ő pedig figyelt, és mindent hallott. Jelenések 3-ban mi van megírva? Tudom a te dolgaidat. Tudom, hogy ki vagy. Tudom, hogy mit csináltál otthon. Tudom, hogy mit csináltál a munkahelyeden, vagy otthon titokban. Tudom, hogy kivel mit csináltál. Tudom a te dolgaidat. Ismerlek téged. Az Úr pedig mindent hallott, és mindent tudott. Figyel. Majd megparancsolta, hogy mindent jegyezzenek föl egy könyvbe azokról, akik félik az örökkivalót és tisztelik az ő nevét. Hú, ez csodálatos, ugye? Ezt mondja róluk az örökkivaló, a seregek ura. Ők az én kincseim. Figyelj! Azt mondja a seregeknek ura az örökkivaló róluk. Ők az én kincseim. Amikor Isten ezt mondja róla, hogy én az ő kincse vagyok. Ez csodálatos. Aki az ő kincse? Akik félik és tisztelik az örökké valót. Akik szeretik az ő nevét. Akik tárgyalnak arról, hogy hogyan tiszteljék az Istent. Akik újjászülettek. Az Ószövetségben senki nem született újjá. Mindent az áldozat oldott meg. Az Újszövetségben Jézus mit mond Nikodémusnak? Nem látod meg az Istent, ha nem születtél újjá. Nem tudsz bemenni az Isten országába. Csak újjászületés által. Csak beszületni lehet oda. Megvásárolni nem lehet. Csak hit által lehet bemenni. Bele lehet születni. Figyelj, ők az én kincseim. Azon a napon. Melyik napon? Amikor visszajön az Úr, az enyémim lesznek, és elviszem őket. Olvasd így az igét. Olvasd úgy, hogy ez neked szól. Beszélj egyes szám első személybe, hogy ez az enyém. Én hozzám szól. Az én üzenetem. Nekem szól. Az én bűneimet bocsátotta meg az Úr. Az én vétkeim voltak, akik oda szegezték őt a fára. Az én terheim miatt halt meg. Az én sebeim, az ő sebeibe vannak. Az én életem az ő életében van. És azt veszed észre, hogy te az Istennek kincse vagy. Kincse. Ismeritek a dalt? Így szól a próféta. Amen.
Ismeritek ezt a dalt, ugye? De, hogy már. Menne van, Saul fia. A Saul fiának a szereplője. Hogy mondja, ők az én kincsecskéim. Ők az én kincsecskéim. Innen vette, ebből vette. Ők az én kincsecskéim. Isten így beszél rólad. Addig, amíg nem találkoztál az élő Istennel, addig nem vagy az ő kincse. Tőled függ, nem az Úrtól függ, mert ő megteremtett. Apádnak, anyádnak adott jogot, hogy te megszülesz. Még egyszer mondom, az apa, anya joga, hogy te megszülesz. Mert odaadta nekik a felelősséget. De hogy az örökké valóságban töltöd el Istennel a helyet, az tőled függ. Meg tőlem az enyém. Egy döntést kell hozni. Egy döntést. Ez a döntés pedig az, hogy akarom őt. Akarom megismerni az Istent. Akarok Szent Szellemet. Akarom, hogy tűz jöjjön rám. Kedves gyülekezet, menjetek Isten elé. Egyenként vegyetek bátorságot. Bátorság kell ahhoz, hogy oda menjünk és tűzet kérjünk. Bátorság, ugyanis a tűz meg fog égetni olyan dolgokat, ami nem tetszik neki. De nekünk sem, de szépen eldugnám dolgokat. Lehet egy kapcsolatot fog megégetni. Lehet, hogy egy barátságot fog elégetni. Lehet, hogy paráznaságot fog elégetni. Lehet, hogy hamis dolgokat. De meg fog téged áldani. Mert mit mond? E naptól fogva megáldalak téged. Amen. E naptól fogva. Melyik naptól fogva? E nap. Attól a naptól fogva, amikor betöltött téged az Úr, amikor bement a második házba, a te életedbe bement, és benned lakik, és a dicsősége benned is marad. Vigyázz, mert a küszöbről a hegyre megy. A hegyre. Hol halt meg Jézus? Föl a hegyen. A Golgota hegyén. A kereszt nélkül nincs megváltás. Az Isten dicsősége a kereszten keresztül jött a Földön. Ő a mi Istenünk. Ő az én Istenem. Ő az én Uram. Ő az én szabadító. Ő hozzá tartozom. Tegyél pozitív megvallást. Mit mond az írás? És befejezésül. Jól gondoljátok meg. Ezek szerint lehet rosszul is meggondolni? Lehet rosszul? Lehet rossz döntést hozni? Lehet! Lehet rosszul meggondolni. Lehet uzsorásnak lenni az Isten dolgaival. Lehet visszaélni. Lehet hamisan profétálni. Hamisan tanítani. Lehet! Lehet rosszul őrállónak lenni. Lehet úgy gondolni, hogy megyek oda, meghallgatom az üzenetet. Aztán pedig a fenekemet fordító mondja az írás felé. Így mondja, eljönnek hozzám meghallgatni, utána meg a feneküket fordítják felé. Beszélj magadnak, amit akarsz, mondják magukban. Jeremiásnál van leírva, ezért kiállni. Lehet rosszul meggondolni. Mit beszél ez a fehérhajú ember? Én csak azt mondom, amit rám kényszerített az Úr, hogy mondjam. És nem fogom elhallgatni. Nem fogom. Mert az Istennek igéje tűz. Az Istennek szava tűz. Szeretem az Urat. Ámos könyvének 3. rész, 8. vers. Semmit nem cselekszik az Úr, még meg nem jelenti azt az övéinek, a profétáknak. Mielőtt veled történne valami, figyelj, micsoda kegyelem. Mielőtt veled történne valami, Isten szólni fog, figyelmeztetni fog.
mielőtt betölt téged az Úr, magához van. De ha te eltaszítod őt, akkor is szól hozzád. Ahogy olvasom az Ószövetséget, azt látom, hogy Isten rettenetesen szerette a zsidókat. Rettenetesen. Én oda csaptam volna nekik százszor. Isten szerette őket. De hadd mondjam nektek, minket sokkal jobban szeretett, mert az ő fiát adta értünk. A zsidók nem fogadták el, de mi elfogadtuk. Itt van Jézus, a zsidó Jézus meghalt értünk. És mi hiszünk benne. Hisszük. Nem azért fog valaki elkárhozni, mert bűnt követett el, mert parázna volt, mert hazudott, mert lopott, mert csalt, mert nem mondott igazat. Nem ezért fog valaki elkárhozni. Azért, mert nem hitt Jézus Krisztusban. Egyetlen egy dologba kell hinni. Jézus Krisztusban. És ha hiszel Jézusban, ezt nem fogod el meghagyni magadban, hanem megvallod azt. Mert hű és igaz az Isten, hogyha valaki megvallja az ő bűneit, ő megbocsátja azokat, és megszabadít minket minden bűntől. Nézzétek el nekem, hogyha valakivel kiabáltam. Nézzétek el, ha mérges voltunk. Nézzétek el, Isten szerelme kell, hogy szorongasson minket. Isten szeretete kell, hogy szorongasson minket. Hadd teljen meg ez a ház. Hadd teljen meg ez a ház üdvözülendőkkel. Hadd legyen, hogy senki ne menjen ki a küszöbön. Senki ne ugráljon. Ne akarjon valaki egy száz cigi miatt kimenni. Hanem akarjuk a mi Istenünket. Akarjuk, hogy az ő szelleme töltsön be minket. Akarjuk, hogy a Biblia élet szava legyen. Reggelig tudnék beszélni. Ne unjátok, mi? Azt mondja Pál, nem vagyok nagy beszédű. De ez Isten országa nem is beszédből áll. Nem beszédből áll az Isten országa, hanem cselekedetekből. Filip lemegy el Samáriába. És mit olvasunk? Samária befogadta az evangéliumot. Megtértek. És ott volt egy démonikus pali. Egy fickó. És azt mondja, akarom ezt, nekem is kell. Akarom azt az erőt, mert Isten szellemében erő van. Az ördögök is ezt akarják, de neki semmi nem jut. Amikor az ördög ki lett dobva a mennyből, semmit nem vitt magával, semmi öröksége nincs. Ami van neki, mindent tőled lopta el, meg én tőlem. Nem hagyjuk, hogy ellopja tőlük. Mert nem ezért születtünk, hogy az ördögöt tápláljuk, hanem arra születtünk, hogy az Istennel közösségünk legyen. Közösségünk és egymással. És megéljük az Isten igéjét. Az Isten beszédét. Na és ezt a gondolatot befejezem. És néhány nap múlva lemegy Péter meg János. És azt mondja, oda megy hozzájuk ez az ember, és azt mondja, adjátok nekem, itt van a megtakarított pénzecském, adjátok nekem. Mit mondott? Vesszen a te pénzed, veled együtt. Nem tiszta a te gondolatod és a te elméd, nem tiszta az Isten országára. Te hasznot akarsz az Isten országából. Te hatalmat akarsz gyakorolni mások felett. Nem erre hívott el minket az Úr, hanem arra, hogy szeressük az embereket. Arra, hogy tiszteljük őket. Arra, hogy megbecsüljük a legegyszerűbbet is. Azt, aki még írni és olvasni se tud. Azt, aki egyedül nyomorult. Arra hívott el minket. És mit van? Veszel vele együtt. Figyeljetek, ítélet jött rá. Ítélet. Nem látjuk, hogy megtért volna. Nem látjuk.
Elment a maga ítéletében. De az emberek meggyógyultak, megtértek. Erre hivattál el, aki itt vagy most. Nem csak arra, hogy ott ülj a helyeden, hanem arra, hogy megvald az Úr nevét. És az ige életté váljon bennünk. Szövetség. Az igét, amely a szövetségre léptem veletek, mondja. Mit mond Jézus? Új szövetséget adok nektek. Új szövetséget. Amikor Ábrahám, és tényleg befejezem, amikor Ábrahám szövetséget kötött Istennel, az akkori időben a szövetség az volt, úgy kellett elvégezni, hogy egy állatot ketté kellett vágni, az egyiket az útnak a bal oldalára tenni, az egyik felét a másik oldalát jobb oldalára. És várni kellett Ábrahámnak, amíg megérkezett az Úr. És azt olvassuk, hogy Ábrahám várt az Istenre, hogy jön. Mert az Isten tüze megemésztette az áldozatot. És közben jöttek a madarak. És meg akarták enni az áldozatot. És mit csinált Ábrahám? Ébren volt, vigyázott rá, és elkergette a madarakat. Ezek a madarak oda akarnak menni hozzád. És az a szövetségnek igéjét el akarják lopni a te szívedből. Ki akarják lopni, hogy te egy megfáradt, gyenge, ücsörgő, egyszerű, fogyasztó, mindig csak kenyeret evő, zabáló ember legyél. Nem erre hívott el az Úr, hanem arra, hogy élet legyen bennünk. Amen. Élet. Nem arra hívott el minket az Úr, hogy csak vegetáljunk, hanem arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. És azt mondta Ábrahám, én megőrzöm. És eljött Isten. És szövetséget kötött vele. És őrizte éjjel és nappal. Nem engedte a vadaknak, nem engedte a madaraknak, nem engedte az ellenségnek, hogy elfogyasszák az áldozatot. Te se engedd, hogy az ige meghalványuljon benned. Olvasd el, kiálts föl, menj föl a hegyre egyedül, menj ki, egyedül. És kiálts. Istenem, szeretlek téged. Azt olvassuk, hogy azon az estén, mielőtt elárultatott Jézus, vette a kenyeret, megtörte és hálát adott. Aztán teletöltötte a poharat és hálát adott. És azt mondta a kenyérre, ahogy megtörtem ezt a kenyeret, ugyanúgy az én testem is megtöretik ti életetek. Ahogy ez a pohárba kiöntetett a bor, az én vérem ugyanígy ki fog folyni ti életetek. És milyen csodálatos. Az első, a feltámadás után az első tanítványok, amikor elmennek, hova futottak? Mentek le egy városban. Az első városban. Emmausban. Miről ismerték meg Jézust? Ahogy megtört a kenyere. Ahogy imádkozott. Érted? A szövetség igéjével ismered föl. A szövetségnek igéjével ismered föl, hogy ki a te szövetségesed. Ne engedd meg, hogy az ördög világosság angyalával belopja magát a szívedbe. Kösz szövetséget vele. Mit mond Jézus? Én a világ világossága vagyok. De ti... A világ világossága vagytok, miután én elmentem. Miért vagyunk mi a világ világossága? Miért? Mert Jézus bennem lakik. Mert a második ház dicsősége nagyobb, mint az elsőjé. Mert Jézus bennem lakik. Gyakorlati ige. Gyakorlati prédikációt beszélek nektek a szívem mélyéről. Jézus bennem lakik. Azért vagyok világosság. Azért vagyok igazság, mert Jézus igéje bennem van. Megtölte a kenyeret,
és adta a tanítványainak. És a tanítványai elfogyasztották. Tudjátok, mit mondok nektek? Nem is tudták, hogy mi az, amit csinálnak. Nem is tudták, hogy micsoda óriási jelentősége van. Sokszor ugyanígy vagyunk mi is, amikor Isten cselekszik bennünk, és elhív minket. Nem is tudjuk, hogy mit csinált velünk. Nem tudjuk, mi lesz a következménye, de ő tudja, és jót akar. Jót akar, mert én tudom a te dolgaidat, ismerem a te jövődet, mondja az Úr. Egy dolgot kell tenni. Feltétel nélkül bízd az életedet Jézusra. Feltétel nélkül. Ne szabd neki feltételt. Ne mondd meg. Én ezt csináltam. Megmondtam. Ha ezt teszed velem, akkor én is követlek téged. Igen, csak még itt nem voltam újjászületve. Csak az eszem vitt oda. Kötöttem egy szerződést. De az nem volt szövetség. A szövetség az volt, amikor ő jött hozzám, és azt mondta, na most én kérek tőled valamit. Mondtam, ugyan, igen, uram. Csak nem tudtam, hogy mit fog kérni. Ugyanúgy jártam, mint Péter, legeltesd az én bárányaimat. És azt sem tudtam, mi az. Szívem mélyéről szóltam hozzátok, és legyetek áldottak. Kívánom, hogy ismerjétek meg az örökkévaló Istent, és gyönyörködjetek benne. És ne cseréljétek föl semmivel azt a kapcsolatot, amikor vele szövetségre léptetek. Ne cseréljétek föl. Én nem vallásról beszéltem, hanem egy személyről, Jézus Krisztusról. Egy személyről, nem tanról, egy személyről beszéltek, Jézus Krisztusról. Ide hívlak titeket ma, most, ezen az estén. Amen. Amen.